Elkezdődött a több mint 100 éves Váruccai védett gesztenyefa sorvizsgálata. A szakember egy speciális eljárással a fák gyökereit, törzsét és koronáját is vizsgálja. Pontos terv készül minden egyed jelenlegi állapotára és megmentésére. A részletes felmérést 29 fára az önkormányzat rendelte meg. Varga Andrea alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője azt mondta, Miskolc város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a védett fasor megmaradhasson. Bekértem a kivitelezőtől, hogy milyen technológiával fog, milyen szert fog használni. Eljöttem éjszaka leellenőrizni, hogy mit csinálnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez eredményes volt. Tavaly a város főkertésze már tárgyalt a Váruccai fasor megmentéséről szakemberekkel. A többi közt azért, mert 2021 tavaszán gyökerestől kidőlt az egyik példány. A fasort a múlt század első felében ültették, és akkor 52 fából állt. Ebből ma már csak 38 fa helye maradt meg. A 18-20 méter közötti magasságú fákat több alkalommal gajazták és vissza is vágták. Nagyon idős fákról van szó, és folyamatos növényvédelmi ellenőrzés és kezelés alatt állnak, ugyanis a vadgesztenye aknázomoly az itt is, mint mindenütt a városban, vagy az országban minden vadgesztenyét megtalál és károsít. Ennek a megelőzésére, illetve a segítésére évi háromszori permetezéssel védve vannak, igyekszünk védeni ezeket a fákat. Szakemberek szerint a fasor helyzetét az is rontja, hogy a burkolatra hullott csapadékot csatornában vezették el, így nem jut elég nedvesség a fák gyökereihez. A város főkertésze szerint mielőbbi átfogó ellenőrzésre és beavatkozásra van szükség. Most megérkezett a szakember, és egyesével kezdte több szempont szerint is felülvizsgálni a fákat. A fának a talajban levő részét, a gyökeret kellene valahogy megnézni, hogy mennyire állékony a törzsét, a koronáját, és kitalálni, hogy mi legyen vele. Először egy szemrevételezést végzek, végignézem a látható részeket, valamint a kéreg alapján, hogy mi lehet esetleg benne. Kitalálom, hogy melyik keresztmetszetekben nézem meg tomográffal, ott megnézem tomográffal, úgy akkor kiderül, hogy mennyi a korhadt felület benne. A korhadás alapján lehet rá egy statikai számolást is csinálni. Az önkormányzat a fasor 29 fájára kért részletes állapotfelmérést. A felülvizsgálat célja az, hogy az egyedeket megmentsék, és ne legyenek veszélyesek az ott lakókra és az arra járókra sem. Miskolc város vezetése és a terület önkormányzati képviselője mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a védett fasor megmaradhasson. Mi diósgyőriek rendkívüli módon szeretjük ezt az utcát. Óriási lakossági összefogásra számítok annak érdekében, hogy ezt a fasort meg tudjuk menteni, és azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a fasorfáit megmenthessük. A Diósgyőri várhoz vezető Váruccai gesztenyefák természeti, kulturális és történelmi értéke kimagasló. Ezért a fasor pótlására tavaly a város már ültetett 9 csemetét. Ezek idén már virágzanak.